egyáltalán nincs könnyű helyzetben a Marvel és a mögött álló Disney sem. Hiába tekinthettünk eddig sikertörténetként a Disney Plus-ra, ami alig két év alatt több mint 100 millió előfizetőt tudhatott magáinak, és jött fel a Netflix mögötti, nagyon szépen csillogó ezüstérmes pozícióba a streaming piacon, a 2023-as év cseppet sem indult jól nekik. Idéntől fogva ugyanis az eddig csak gyarapodó Disney Plus előfizetői száma csökkenni kezdett. 2023 a második és harmadik negyedéve között összesen 11 millió előfizetőt veszítettek el világszinten. Mindeközben a Marvel szekere sem megy jól, az MCU negyedik és ötödik fázisa csak bottadozik. Nem lehet már tehát biztosan fogadni arra, hogy pont a Marvel sorozatok húzzák ki a pálcból a Disney Plus-t. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy mennyire imádta mindenki azt a Loki sorozatot, ami visszahozta nekünk Tom Hiddleston közönség kedvenc karakterét. Tőle ugyebár még a bosszú állók végtelen háború elején kellett elbúcsúznunk, de a végjáték eseményeinek hála megkavarodott az idővonal, és új kalandokra indult egy másik Loki variáns is. Ő lett az MCU sorozat főszereplője, és gyakorlatilag a Marvel multiverzumának beindítója is. A Loki sorozat második évada csak október 4-én érkezik meg a Disney Plus-ra, mi viszont lehetőséget kaptunk arra, hogy már most meséljünk nektek majdnem az egész szezonról, ugyanis premier előtti hozzáférést kaptunk a 6 részes második évad összesen 4 epizódjához. Ez a kritika most erről a 4 részről fog szólni, de nagyon fontos, hogy teljesen elkerüljük a spoilereket, nem mondunk többet annál, mint amit már az előzetesek is megmutattak. Az első évad fináléját követően Loki még a korábbiaknál is furább helyzetben találja magát, a téridő variancia alapítvány, vagyis a TVA központjában. Az idővonal megbolondul, millió és egy új vonal, új realitás kezdett el leágazni róla, mindeközben pedig kataklizmikus események fenyegetik úgy nagyjából a létezést magát. Loki-nak és persze az Owen Wilson által alakított Mobiusnak valahogy csak helyre kéne hozni a dolgokat, nem ártana megtalálni a megint eltűnt Sylvie-t, vagyis ugyebár Loki női verzióját, és a bonyodalmak még csak itt kezdődnek. A második szezonnak drasztikusan más a felépítése, mint az első felvonásnak volt. Ezúttal már nem csak a sötétben tapogatózunk, mint az első részekben Loki, aki maga sem értette, hogy hová csöppent és mit akart tőle a TVA. Világos a cél, ki van jelölve az odáig elvezető út, és annak mentén végre nem csak nagy revelációkat lehet durogtatni, hanem jöhetnek tényleges, izgalmas fordulatok is, amelyekből nem kevés jutott az első 4 részre. Nagyon lassan tisztul csak ki az is, hogy ki barát és ki ellenség, ki akarja segíteni az ügyet, és ki az, aki inkább elgáncsolná az egészet. És az egészben az a legjobb, hogy ez messze nem csak Hiddleston, Wilson, vagy épp a Sylvie szerepében újrázó Sophia Di Martino érdeme. A Loki második évadában ugyanis a mellékszereplők lettek kifejezetten bitangerősek. Ravonna Renslayer sokkal fontosabb karakter, mint az első részben volt, Gugu Mbatha-Raw pedig remekül hozza a TVA egykori bírájának személyiségbeli változásait. Megvannak a maga pillanatai a Eugene Cordero által eljátszott Casey-nek és Wumi Mosaku B-15-ös vadászának is, de a legjobb ötlet a Kihei Kwan által alakított Ouroboros, vagy Obi behozatala volt. Obi egy végtelenül különc figura, akit Kihei Kwan tökéletesen formált meg. A színészt egyáltalán nem véletlenül jutalmazták Oscarral a minden, mindenhol, mindenkorban nyújtott teljesítményéért, és most is keményen oda tette magát. Mi az eredeti, angol nyelvű verziót láthattuk, így Percike, avagy Miss Minutes nem Hafner Anikó, hanem Tara Strong hangján szólalt meg. Strong egészen elképesztő filmográfiát tudhat magáénak animációs szériák szinkron szerepeinek garmadájával feltöltve, és most megint bizonyította, hogy nem csak az Én kicsi pónim varázslatos barátság sorozatban volt remek Twilight Sparkle, hanem bizony ő a tökéletes Percike is. Az a Percike, aki első ránézésre egy cuki kis animált karakter, ugyanakkor elég számára pár pillanat, és képes az ember erejében megfagyasztani a vért. Nem gondoltuk volna, hogy konkrétan rettegni fogunk egy rajzolt órától, de Strong ezt simán összehozta, ami nem kis teljesítmény. Szó esett már róla, hogy nincs a legkönnyebb helyzetben a Marvel, Jonathan Majors pedig épp azzal nehezíti mindezt, hogy már megint óriásit játszik. Ő alakította ugyebár Kang a hódító egyik verzióját, név szerint a megmaradót a Loki első évadában, és egy másik Kang variánst a hangya és a darázs Quantumániában. Most pedig egy Victor Timely nevezetű verziót kellett eljátszania. Victor Timely teljesen más karakter, mint a korábban megismert Kangok. Félénk, bizonytalan, dadog és egyáltalán nem gonosz.
Majors pedig harmadszorra bújik Kang bőrébe úgy, hogy az előző kettőtől teljesen eltérő harmadik személyiséget kell prezentálnia, és lássatok csodát, ez is remekül áll neki. Egy kivételesen tehetséges színészről van szó, és itt jön a gond. Majors magánéleti botrányai miatt valószínűleg sokan szívesebben látnák már őt a franchise-on kívül, egy ilyen zsenit viszont nem lehet elengedni. Okkal építették rá az MCU teljes jövőjét, menet közben pedig már lehetetlen lenne félrerántani a kormányt, sőt, a néző érdeke, hogy ne tegyen így a Marvel. Majors-t körbedicsértük már épp eléggé, de persze azért ki kell térni magára Tom Hiddlestonra is, aki számára továbbra is örömjátéknak tekinthető ez a szerep. Hiddleston gyakorlatilag maga Loki, úgy éget rá ez a szerep, mint mondjuk Wolverine Hugh Jackmanre, vagy mondjuk Deadpool Brian Reynoldsra. Elképzelhetetlen lenne, hogy ne ő legyen a csíntevések istene. Bármennyire is paradox, ez egy olyan sorozatban, ahol már nem kevés olyan Loki variánst láthattunk, akit nem ő alakított. Remek döntés volt annó, hogy nem Thor szerepét osztotta rá a Marvel, hiába jelentkezett eredetileg arra. Ahogy filmes fronton óriási szükség volt a Galaxis őrzői harmadik részére, melynek köszönhetően hosszú idő után végre egy tényleg nagyon jó Marvel mozit kaptunk, ugye a tévésorozatok terén igazi megváltás lehet az MCU-nak a Loki második évada. A Holdlovagnak, a Miss Marvelnek és az Amazon ügyvédnek megvolt a maguk közönsége, de egyik sorozat sem maradott osztatlan sikert, majd idén jött a titkos invázió, ami minden szempontból bukásként könyvelhető el. És ezen a ponton kapjuk meg azt a Lokit, ami ugyan nem találja fel újra az MCU-t, nem kísérletezik zsánerekkel, de piszok jól van írva, fordulatos a cselekménye, és olyan párbeszédekkel operál, ami nem nézi óvodásnak a tévénézőt. Nem kell azért egy Star Wars Andorra gondolni, bár az ottani dialógusoknak is megvoltak a szerelmesei, azért nem billen át ennyire a mérleg, mondjuk így nem is lesz legalább megosztó a Loki folytatása. Minden esetre nem árt, ha az ember nagyon figyel a párbeszédekre, ez messze nem az a sorozat, ahol belefér egy kis telefonnyomkodás is a részek nézése közben. A Marvel fejesei is érzik, hogy a tömeggyártás és a feszített tempó a minőség rovására megy, nem véletlenül szórták jobban szét a naptárban a még bemutatásra váró sorozatokat. Jelenállás szerint nem is érkezik idén több élőszereplős produkció, egyedül a Mi lenne ha animációs sorozat második évada fog megérkezni valamikor december folyamán. Ezt követően az Echo már csak 2024. januárjában jön, majd elvileg jövőre érkezik még az Ironheart és a Daredevil Born Again, a többi tervezett széria viszont még messzebb van. Ez viszont egyáltalán nem gond. Láttuk, hogy mit eredményez, ha ontja magából az új sorozatokat a Marvel Studios, ha viszont a lassabb tempó több olyan szériát eredményez, mint a Loki, akkor valószínűleg senkinek sem lesz gondja az alacsonyabb fordulatszámmal. Ehhez csak jó írók és rendezők, egy épkézláb sztori és egy ügyes színészgárda kell. Na meg persze az, hogy senkit se csapkodjon a korbáccsal azért, hogy minden körülmények között meglegyen az évenkénti X bemutató. Még a CGI részleget sem, akikre egyébként most nem lehet különösebb panasz, a díszletezőkre és a jelmezekért felelős munkatársakra pedig kifejezetten büszke lehet a Marvel. A Loki második évada nem csak jó, de jól is néz ki. Kíváncsian várjuk az utolsó két részt is, mert a negyedik epizód végén egy olyan pillanatban vágták el a sztorit, hogy már most a falat kaparjuk az izgalomtól. Ha már ti is láttátok a Loki második évadának epizódjait, akkor mindenképpen írjátok majd le a saját véleményeteket is lent a kommentek között. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra, és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! We'll be right back.